Láncfűrészes favágóktól hangos a sóstói erdő, a múzeum falutól nem messze ugyanis egy kisebb brigád végez fakitermelést. A nyári mezőgazdasági munkák befejeztével a régi időkben is megjelentek a férfiak az erdőkben. Igaz, akkor közel 100-an végeztek el annyi munkát, mint a mai technika segítségével 5-10 ember. Mivel ez egy természetvédelmi terület, a szakemberek megvárták a fészkelés és fióka nevelés végét. Az, hogy minden évben fakitermelés van a sóstói erdőben, ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag 1920 után, amikor is a lakosság fokozottan kezdte el használni ezt az erdőterületet, az erdész elődeink nagyon kevés és nagyon kis térmértékben merték csak úgymond véghasználni és felújítani az erdőket. Ennek az volt a célja, hogy mindig legyen öreg erdő, mindig legyen úgymond idős, nagy erdő a sóstói erdőben. De mivel az erdő nem egy állandó dolog, állandóan változik, sőt állandóan öregszik, ezért előbb-utóbb odaér, hogy nem lehet tovább tartani, egészségileg megromlik, kiritkul a lombkoronája, és olyankor olyan fajok veszik át az uralkodást, aminek itt nincs keresnivalója, ezek általában idegenhonos, invazívan terjedő fafajok. Ahhoz, hogy ez ne egyszerre dömpingszerűen történjen meg egy-egy kijelölt területen, ki kell vágni a fákat, ezt követően pedig erdőfelújítást kell végezni. Az itt kitermelt fák átlag életkora meghaladja a 100 évet. Itt sarj eredetű erdőrészletek, erdőállományok találhatók. Az azt jelenti, hogy lehet, hogyha megszámoljuk az évgyűrűket, akkor valóban 110-115-öt fogunk számolni, viszont ami a tuskóban, a földben marad, az jóval öregebb. Ezek az erdők korábban 40 évente kerültek letermelésre, és utána a tuskóról felsarjadt a most látható erdőállomány. Tehát előfordulhat, hogy egy 110 éves fának akár 200-250 éves gyökere van, hiszen már annyiszor meg volt sarjasztatva. Sajnos ezek a gyökerek egy idő után elkorhadnak, például most, és az elkorhadt gyökerek az amúgy is lecsökkent talajvizet nagyon nehezen tudják követni. Ilyenkor szokott bekövetkezni az úgynevezett csúcsszáradás, amikor a fa felülről kezd el visszafele száradni, akkor sajnos már meg vannak számlálva a napjai. Mivel az úgynevezett csúcsszáradt fákból a sóstói erdőben mintegy 70 hektár található, ezért minden évben 2-3 hektár véghasználatát és erdőfelújítását rendeli el az erdészet. Két típusú faanyagot különböztetünk meg, az egyik az ipari fa, régen úgy hívták, hogy szerfa, tehát amit ipari felhasználásra lehet használni. Mivel a kocsányos tölgynek alapvetően keresett és jó minőségi fája van, ezért a faipar ezt előszeretettel hasznosítja, de mivel ez egy öreg, túltartott állomány, itt már sajnos egy minőségbeli romlással számolunk, és sajnos nem olyan a faanyagnak az állapota, mint hogyha 20-30 éve termeltük volna le. Ami teljesen használhatatlan, korhat, göcsös, stb., abból pedig tűzifa lesz. Ennek egy részét a lakosságnak értékesítjük, más részét pedig majd a szociális tűzifa program keretében önkormányzatok fogják megkapni. Szokolovszki Géza hozzátette, a régi mondás szerint a fákat kivágják, de az erdő örök. Ha azt akarjuk, hogy 100 év múlva is legyen erdő a sóstói erdő helyén, akkor annak a helyét most kell megteremteni és elültetni.